Menet közben kigyulladt, majd teljes terjedelmében égni kezdett egy autó ma reggel Nagykanizsán, a Lékai Gyula utca közelében. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. A baleset során személyisérülés nem történt. A lánglovagok a helyszínre érkezve két vízsugárral eloltották a tüzet. Tájékoztatta híradónkat Kósi Zsolt, a Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A szakemberek a járművet eltávolították az úttestről, majd az utat is megtisztították. A személygépkocsi elszállításáról a tulajdonosa intézkedett. Az Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletére a reggeli órákban nem sokkal 7 óra előtt érkezett jelzés, miszerint menet közben kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi motortere Nagykanizsán, a Lékai Gyula utca közelében lévő körforgalomnál. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral megfékezték a lángokat, majd a kiégett járművet eltávolították az úttestről.